Azt mondják, hogy a szem a lélek tükre, és én ezt 100%-ig el is hiszem. Sziasztok, mai videómban a vérerek eltávolításával fogunk foglalkozni, és a szem fehérjét is egy kicsit fehéríteni fogjuk, természetesen megmaradva a jó ízlés határain belül. A legfontosabb, hogy az eredeti képünket, háttérrétegünket másoljuk le, Ctrl-J billentyű, kombinációk segítségével ezt megtehetjük. Létrehoztunk egy új réteget. Számos eljárás van, hogyan tüntethetjük el a vérereket. A legegyszerűbb, ha egyszerűen a fotónkat deszaturáljuk, megnyomjuk a Ctrl-U billentyű parancsot, vagy ezt megtehetjük egyszerűen úgy is, hogyha az Image menübe rákattintunk az Adjustmentre, ez most nem működik, először én most itt deszaturálom. Így. Na szóval úgy is elő lehet hívni ezt a Hue Saturation párbeszéd ablakot, ha megnyomjuk az Image Adjustment, és itt válasszuk ki a Hue Saturation lehetőséget. Ha ezt megtettük, akkor egyszerűen ehhez a deszaturált képünkhöz hozzáadjuk egy invertált maszkot, Alt gomb lenyomásával a Layers panel alján hozzáadunk egy fekete maszkot. Ezután a brush eszközünkre kattintunk, ecsetünkre, fontos, hogy az előtér szín fehér legyen, és most egyszerűen átfestjük vele a szem fehérjét. Vagyis a halványított vérereket, mert így természetesen könnyebb lesz majd a Healing Brush eszközünkkel eltüntetni mindezt. Nem kell megijedni, hogyha mondjuk kimentünk a szemből, egyszerűen nyomjuk meg az X gombot, az előtér szín fekete lett, és egyszerűen kijavítjuk, ahol elrontottuk, átfestjük vele. Készen is van. Még mondjuk szerintem itt ezt a részt kihagytam. Így. Ha ezzel meg vagyunk, és rendes emberek vagyunk, akkor ezt csoportba zárhatjuk, megnyomhatjuk a Ctrl-G billentyű parancsot, vagy egyszerűen ezt a deszaturált réteget lehúzzuk ide a Layers panel aljára, a Create a New Group fűre kattintva ugyanezt megtehetjük. Ha már most deszaturáltuk a szemet, most az jön, hogy eltüntetjük ezeket az apró kis vérereket, hogy ilyen tökéletes szemet kapjunk. Ez nem kell más tenni, mint létrehozunk egy új réteget, természetesen úgy, hogy az eredeti háttérképünkön álljunk, Create a New Layer ikonra kattintunk, majd ezt az új üres réteget a rétegverem tetejére. Hoppá! A rétegverem tetejére rakjuk, ez nem mindig sikerül, de most sikerült, tehát a rétegverem tetején állunk, és egyszerűen most fogjuk a Healing Brush eszközünket, és átfestjük vele ezeket az apró kis vérereket, Alt gombot lenyomva tartva, egy tiszta helyről mintát veszünk, ha lenyomjuk az egérnek a bal gombját, és átfestjük vele. Természetesen ilyenkor fontos, hogy itt a vezérlő sávban a sample fülből válasszuk ki az All Layers lehetőséget, tehát a mi kis Healing Brush eszközünk az alsóbb rétegekből, tehát az eredeti rétegből szedje a színmintánkat. És akkor így átfestjük vele. Érdemes nagyon kicsi, lágyszélű ecsetet használni, pontosabb és szebb eredmény érdekében. Sokkal könnyebb így eltüntetni a vérereket, hogyha előzőleg azt már halványítottuk. Kicsit nehézkes, érdemes beleközelíteni, mini kis ecsetet választani, és finoman
teljesen megfelel. Ha mindezekkel megvagyunk, akkor más nincs hátra, mint hogy világosítunk egy kicsit a szemfehérjén. Meg is lehet nézni, hogy eddig mit csináltunk. Ilyen volt az eredeti képünk, és eddig itt vagyunk, és most az a lényeg, hogy fehéríteni fogunk, világosítani pontosabban a szemfehérjén. Ehhez a legfontosabb, hogy hozzunk létre egy egyesített réteget. Nyomjuk meg a Ctrl-A gombot, ez kiválasztja az egész rétegcsoportunkat. Itt a menüsorban válasszuk ki az Edit, Copy Merged parancsot, és nyomjuk meg a Ctrl-V-t. Ekkor egy minden tartalmazó réteget hozott létre, és most igénybe vesszük a Channels lehetőséget, tehát a színcsatornákkal fogunk most fehéríteni, világosítani a szemfehérjét. A Channels panelen vagyunk. Lényeg az, hogy válasszuk ki a legoptimálisabb lehetőséget, hogy hol mutat jobban a szem. Ha rednél vagyunk, itt lehet látni, hogy egész szép fehér. De ha greenre megyek, a zöld csatornára, akkor már a hibák előtörnek. Ugyanez van a kéknél is, maradjunk a rednél. Szerintem itt teljesen megfelelő lesz a szemfehérjének a világosítása. Nyomjuk meg a Ctrl gombot, kattintsunk a red színcsatornán a bélyeg képre, akkor történik egy kiválasztás, menjünk vissza az RGB-re, és utána menjünk vissza a Layers panelre. Ezután hozzá fogunk adni egy korrekciós réteget, méghozzá a Layers panelunk alján, a Create a New Fill or Adjustment Layer-nél válasszuk ki a Curves, tehát a görbék lehetőséget. Ezeknél a görbéknél azt szeretem, hogyha rákattintunk erre a vonalra, kijelölünk egy pontot, és innent kezdjük el húzni, világosítani, vagy sötétíteni, de jelen esetben most világítunk, vagyis világosítunk. Ez így teljesen megfelel. Létrehoztuk a fehérített, világosított szemfehérjét, azonban ezzel az a baj, hogy az egész képünk kivilágosodott. Ezt úgy tudjuk orvosolni, hogyha ezt a korrekciós rétegünket egy új csoportba foglaljuk, méghozzá úgy, hogy nyomjuk meg a Ctrl-G-t, és ehhez a csoporthoz adjuk most hozzá az invertált maszkunkat, Alt gombot lenyomva tartva hozzáadunk egy maszkot, és fontos, fekete maszkon dolgozunk, az előtér szín fehér legyen, elővesszük a jól ismert brush eszközünket, és átfestjük vele. Korrekciós rétegekkel nagyon jó dolgozni, mert így a szem nem fogja elveszíteni az árnyékosságát, amit mondjuk a pillák vetnek a szemfehérjére. Sokkal profibb megoldás, mintha az egészet mondjuk fehérrel átfestenénk, vagy az összhatás módokkal játszanánk, de a következő videómban majd azt is ki fogjuk próbálni, hogy milyen az, hogyha az összhatás módokkal fogunk játszani. Az egyszerűbb megoldás, valamikor bevallom, hogy tényleg csak az működik. De az esetek többségében az korrekciós rétegekkel való értékbeállítás sokkal profibb és természetes eredményt fog nyújtani. Ha itt is kimentünk, akkor X gomb lenyomásával feketére állítjuk az előtér szint, és ahol kimentünk, azokat szépen átfestjük. Ezzel meg is volnánk, meg lehet nézni, hogy milyen volt. Ilyen volt az eredeti képünk, és ilyen lett. Köszönöm a figyelmeteket, ha tetszenek a videóink, akkor iratkozzatok fel rá, minél többen. Sziasztok!